Üdvözlöm a kedves nézőket! Minden héten, így ezen a héten is, van heti szakasz. Műsorunk vendége Darvas István rabbi. Rabbi úr, mi lesz a héten a heti szakasz? Behálott Há heti szakaszát olvassuk, Mózes 4. könyvének és talán az egész túrának az egyik leggondolatgazdagabb vagy színesebb heti szakaszát, úgyhogy ezt bár az egész túra kapcsán ez elmondható, de ezt mindenkinek javaslom, hogy olvassa el, illetve jöjjön el zsinagógába, hogyha tud. Számos... Melyik zsinagógába, ha már? Csupa jó megoldás van, csak hiszen mindegyik budapesti vagy vidéki neológ zsinagógát egyforma jó szívvel tudnám javasolni, tulajdonképpen bármelyikbe. Ha minket választanak, akkor ezt ma este, péntek este 7 órakor, vagy szombat délelőtt 9-kor az Orzsely épületében a Bét Jehuda zsinagógát keressék, és szeretettel várunk mindenkit. Akkor használjuk ki az alkalmat, hogy itt van. Mi az, hogy Bét Jehuda? Hogy lett a zsinagóga neve Bét Jehuda? Mit kell, hogy őróla tudjunk? A névadóról. Ez a bizonyos Jehuda, ez az a Jehuda, aki Jákobnak volt a fia, és volt egy olyan eset, amiről a Tóra ír, hogy lekerülnek Egyiptomba. Ott állnak József előtt, még nem ismerik őt föl, hogy József a testvérük, akit annak idején ők adtak el, és József egy nagyon kemény feltételt mond nekik, azt mondja, hogy Benyáminnak, a legkisebb gyermeknek ott kell vele maradnia, és úgy kell visszamenniük az igen idős Jákobhoz, hogy nincs velük Benyámin. És erre Jehuda mond egy mondatot, és ez a mondat úgy hangzik, hogy hogyan mehetnék fel apámhoz, hogy az ifjú nincs velem. Ezt a mondatot az adott helyzetben is lehetett értékelni, de a későbbi kommentárirodalom a következőt mondja, hogy ez minden zsidó embernek, az, mondjuk így, hogy az arszpoetikája kell, vagy kellene, hogy legyen, hogy hogy mehet föl úgy a mennyei atyához, hogy az ifjak nincsenek mellette. Azaz a névválasztás abból indul ki, hogy van egy kettős kötelességünk, lehető legtöbbet elsajátítani zsidó ismeretekből, de legalább ennyire fontos. És igazán ez teremti meg a megfelelő helyi értékét, hogyha törekszünk rá, hogy ezt minél több gyereknek, fiatalnak adjuk tovább, hogy ezt a folytonosságot fent tudjuk tartani. Tehát a Bét Jehuda azért lett a mi nevünk, mert ebben a zsinagógában azt próbáljuk megvalósítani, hogy ne legyenek olyan ifjak, akik utána nem követnek minket, akik nem elkötelezettek a jidiskejt a zsidóság szeretete felé, éppen ellenkezőleg mindent megpróbálunk annak érdekében megteremteni, és átadni nekik, hogy ez egy virágzó zsidó közösséget eredményezzen majd a későbbiekben. Tehát mi fog történni azokkal, akik eleget tesznek ennek a meghívásnak, vagy a belső küldetésüknek, hogy megérkeznek az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem zsinagógájában fizikailag található körzetbe, hisz ma már önök egy önálló körzet, miről fognak hallani a rabbi úrtól? Pénteken délután még tanulni fogunk egyet, utána lesz majd az imádkozás, ezen belül a dróse. A dróse az a fénynek a szerepéről és lehetőségeiről fog majd szólni, legalábbis most így érzem. És másnap, szombaton délelőtt pedig ugyancsak imádkozunk, illetve tóraolvasás lesz, és ennek a tóraolvasásnak az első gondolat, tehát hogyha egy pár szóban kiemelhetném, Áronnak, a főpapnak azon kötelességéről szól a tóra, hogy meg kell majd gyújtani a neki, illetve a leszármazottainak, a menórának a lángjait. Magával a gyertyagyújtással kapcsolatban érdemes úgy általában kiemelni egy nagyon fontos dolgot. És méghozzá azt, hogy mikor gyújtunk és miért gyújtunk mi gyertyát. Gyújtunk gyertyát, nérnessen már, lélekgyertyát, akkor, hogyha a múltnak az áldozataira, azokra, akik már nem lehetnek velünk, akikre emlékezünk. Ennek ugye akkor van automatikusan egy másik funkciója is, hogy nem csak emlékezünk, hanem emlékeztetünk is arra, hogy ők közöttünk voltak, hogy fontosak voltak, és fontosak most is nekünk. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy amikor gyertyát gyújtunk, az azért is történik, mert mondjuk bejön a szombat, vagy valamilyen ünnepünk. Tehát a gyertyagyújtás az emlékezésről, az emlékeztetésről és az ünnepről szól egyszerre. És éppen ezért, hogyha valaki mondjuk péntek este meggyújt egy gyertyát, akkor óhatatlanul mind a három aspektus ott van emögött, az aktus mögött, és minden másnál
fontosabb és a jövőt is építő gyertyagyújtás az, ami egyszerre szól az ünnepnek, az emlékezésnek és az emlékeztetésnek is. És az egész zsidó gondolkodásnak ez egy nagyon fontos eleme lehet, vagy kellene, hogy legyen, hogy nem kizárólag a múlt miatt gyújtunk gyertyát, nem kizárólag a jövő miatt gyújtunk gyertyát, hanem akkor, amikor ezeket a gyertyákat meggyújtjuk, akkor egyszerre mind a háromnak, emlékezésnek, emlékeztetésnek és ünnepnek, azaz a jelen való örömének is jelen kell lennie, mert ez így együttesen egy magasabb szintre emeli a gyertyagyújtásnak a műveletét. Rabbi úr, köszönjük a tanítást és Sabbat Shalom! Kedves nézőim, az elmúlt percekben Darvas István rabbit hallhatták a gyertyagyújtásnak a küldetéséről. Azt is tudjuk most már, hogy hogy kell emlékezni és emlékeztetni a gyertyákkal, és hogy mikor kezdődik az istentisztelet, és ugyan Budapesten és vidéken több zsinagóg közül választhatunk, de hogy például az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem tanzsinagógájában, ami ma már egy önálló körzet, a rabbi úr és a körzet hívei várják önöket. Köszönjük, hogy minket választottak, Shabbat Shalom. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Shabbat Shalom.